amelyikben a harmadik napján kolozsvári vendégeink érkeztek, a Szabadság napilap, amely egy regionális napilap, és Szepen megyét is fedi. Szeretettel üdvözlöm az újságírókat, kezdve a főszerkesztő asszonnyal, Újvár Ildikóval, akit mutatok, és elhasználhat szemembe. Az Árszungárika fesztiválunkat gazdagítja, ugye egy író-olvasó találkozó is. Több egy éve ugye egy szorosabb kapcsolatot indítottunk a Szabadság napilappal, és ez a honlapnak, a saját honlapom, szeben.ról, a szebeni magyar közösségnek a honlapján is észre lehető, látható, de természetesen nem felejthetem el azt, hogy a Szabadság napilap az Árszungárikának minden évében partnere volt, és nem restelte, hogy újságírót küldjön akár egy hétig, 2007-ben, amikor hosszabb fesztivál volt, és ugye ugyancsak Dézsi Ildikó volt itt kerek egy hétig, és naponta küldte el a cikkeket. A Szabadság mindig, de mindig pozitívan fogadta felkérésünket, és gyakorlatilag az a napilap Erdélyből, amelyik egyszerűeni eseményeket nagyon gyakran leközdi, és újságírót ide elküld, hogy segítsen. Felkérem, főszerkesztő asszony, vegye el. Köszönöm szépen. Mindenekelőtt megköszönöm a meghívást, magam és a kollégáim nevében is. Számunkra nagy élmény, hogy itt lehetünk az önök városában és közösségében. Valóban Szebenre mi kivételesen odafigyelünk, hiszen Szeben Kolozsvárról is egy érdekes város és egy különleges város mi szempontunkból is, és nagyon tudjuk tisztelni és csodálni az önök szervező készségét és képességét, ugye ilyen rendezvényeik vannak. Mint Kolozsvár és Kolozs megyei napilap elsősorban mi bármilyen találkozón mindig hangoztatjuk, hogy azért a Szabadság Kolozs megyén kívül még 4 megye napilapja kíván és óhajt és szeretne lenni. Kolozs megyén kívül ugye a szomszédos megyékben tudjuk terjeszteni postán keresztül a Szabadságot, Szilágy, Fehér, Beszterce és Szeben megyében. Tehát ez az a környék, amelyet mi le tudunk fedezni. És tehát nem csupán terjesztés szempontjából, hanem hírek, események, tájékoztatások szempontjából is. Amint Levente is említette, mi is szeretnénk azt, hogy egy kicsit szorosabbra fűzzük azért a szebeni magyarsággal a kapcsolatot. Ezért is küldünk szívesen kollégát az önök rendezvényeire, amennyire csak tőlünk telik. Az is nagyon fontos számunkra, hogy mondjuk önök tájékoztassanak bennünket a városunk, meg a környékük eseményeiről és rendezvényeiről, mert amennyiben ezt a kapcsolatot sikerül nem csak megtartani és ápolni, hanem még fejleszteni is, az mindannyiunk szempontjából jó, hiszen Kolozsváron is jó tudni, hogy Szebenben ugye magyarok élnek, dolgoznak, szervezkednek, és én gondolom a szebeni magyarságnak is ugyanolyan fontos, hogy tudja azt, hogy azért mégiscsak ebben a szűkebb és kicsit tágabb régióban azért együtt vagyunk, nem vagyunk magunkra, összetartozunk. Bemutatnám a kollégáimat, Kis Olivér, ő elsősorban a webszabadsággal, tehát a Szabadságnak az internetes változatával foglalkozik a szerkesztésben, de ki is van betűzve, hogy is néz ki a webszabadság. Kolléganőm Dézsi Ildikó, aki mindig tájékoztat, tudósít az ő rendezvényeiről, tehát elsősorban ő a kapocs, ugye Szeben és Kolozsvár, illetve a Szabadság között, és Kovács Hont Imre, riporter, aki hát sporttal foglalkozik, és amellett pedig mindennel. Nagyon lelkes fiatalember, és nagyon örvendünk az ilyen fiatal kollégáknak. 4 évvel ezelőtt kezdtem foglalkozni a lap weboldalában a webszabadsággal. 2007
November 5-én indult az új változat, ennek már 4 éve, akkor 4 éve, igen. Azelőtt egy kezdetlegesen változat működött, és azt kell még elmondani a kezdetekről, hogy 1995 márciusában került fel a Szabadság legelőször az internetre. Küldték el New Yorkba a Hungarian Human Rights Foundation a Magyar Emberi Jogok Alapítvány szerverére, Hámos Lászlóékhoz a Szabadságot, és megjelent az internet. A Szabadság ugye 5 megyében elérhető, a nyomtatott változat, az internet előtt kontinensen elérhető. 3 lehetőséges csak ahhoz, hogy hozzáférjenek a weboldalhoz, villanyára, van internet kapcsolat, és egy számítógép. Ez a 3 dolog szükséges ahhoz, hogy a weboldalt meg lehessen tekinteni.